Kőbányának egy olyan szegletében járunk, ahol a kőbányaiak többsége viszonylag ritkán fordul meg. A Vaspálya utcában a Gyömri úttal párhuzamos kis utcácska ez, egészen a Kőér utcától a Sibrik-Miklós útig húzódik. Ipari terület gyár övezik, a Richter-Gedeon gyógyszergyár, és itt fejlesz napjainkban a Bors. Nagyon fontos azonban, hogy az az infrastruktúra, közlekedési infrastruktúra is megújuljon, amely ezeket a vállalkozásokat szolgálja ki elsősorban, és itt az útépítéshez a Richter gyógyszergyár mellett hozzájárult a magyar kormány is, mint egy 40 millió forintos támogatással, és az önkormányzatunk is 40 millió forintot fordított arra, hogy a Vaspálya utcának egy újabb szakasza megújuljon. Az útszolítás keretében 32 parkóhelyet is építettünk, illetve megújult a járdaterület is. Ez egy nagyon dinamikusan fejlődő része Kőbányának, hiszen a jövőben a Bosch kampusza fogja megnyitni a kapuit, illetve tervezzük azt is, hogy a Kőbánya-Kispest metró megálló új helyre kerül, egy új felüljáró fog épülni. Elengedhetetlen volt ez a beruházás. Kell emelnünk még azt is, hogy az útépítés mellett fákat is ültettünk. A vasúttal együttműködve mintegy 8 fa gyarapítja azt a fasort, amely az utat szegélyezi. Az önkormányzat az infrastruktúrában segít, és az infrastruktúra kiépítésében működik közre, ez történt itt is. A tervek elkészültek annak idején, bízva abban, hogy hamarosan forrást találunk a megújulásra, ekkor a Magyar Állam részéről egy földút pályázat került kiírásra, aminek az 50%-át megnyertük, mármint a bekerülési összegnek, ez pontosan 40 millió forint volt. A másik 40 millió forintot az önkormányzat, a 12. önkormányzat tette hozzá, és ebből tudott ez a nagyon korszerű út megvalósulni. Azért nagyon korszerű út, mert az alján az alapozó beton, valamint a tetején a bitumen, ami rajta van, az mindegyik olyan anyagból készült, amely ma a legkorszerűbbnek mondható. Mert ugye itt a nehézgépjármű forgalom az átlagos meghaladó mértékű, a szállítások miatt ezek az anyagok lehetővé teszik, hogy a átlagosan 7 éves felújítási időszakot ki tudtuk tolni ezzel 10-15 évre, tehát így a karbantartása és a jó minőség megőrzése sokkal kedvezőbb ezekkel az anyagokkal. Nagyszerű volt még az is, hogy emellett ki tudtunk alakítani, amiben nagy szükség volt, 32 új parkolót a vasútnak az oldalában. A másik oldalon pedig a zöld sávnak a megújítása mellett ugyancsak 163 méter hosszan, teljes szélességében a járdát is megújítottuk, szegélyestől mindenestől, úgyhogy reméljük, hogy a gyalogosok számára is kedvező feltételeket tudtunk teremteni.